május végén, amikor az elmúlt hónapokban, napokban ilyen összetételben veletek közösen valamennyiétökkel többször megbeszéltük, hogy milyen nehéz helyzetben van a gyermekváros. Többször kértünk benneteket, hogy értsétek meg, hogy egyre kevesebb pénzünk van ruhára, cipőre, tanszerre, nehezen tudjuk fűteni az intézményt, kevés a világításra a pénz, kevés az élelemre a pénz, egyszerűen nagyon-nagyon nehéz helyzetre van. És mondhatnátok, hogy hogy és mi. Én egy szóval tudom erre a választ adni, hogy azok a felnőttek, akik itt élnek körülöttetek, akikre néha mosolyogva, néha talán egy kicsit haragosan néztek, mert valami nem úgy sikerült, vagy nem úgy tetszett, azok nagyon sokat szaladgáltak, kilincseltek, próbálkoztak, mentek utána, hogy ezen a mai napon nektek minél több legyen, minél jobb legyen, és legalább gyermeknapon ne érezzétek az intézményt, országra, a szegény gyerekekre bízunk, akik a csoportokban is különböző nevelői feladatokat kaptak. Mi mindig megállapítjuk és mindig megbeszéljük utána, hogy akiket mi kiválasztatok és megbíztok ezekkel a feladatokkal, nagyon szépen, nagyon nagy felelősséggel, hozzáértéssel, mondhatnám azt, hogy néha sikeresebben végzitek el ezeken a napokon a munkátokat, mint talán a felnőttek. Ha megnézitek a mellettem álló fiúk, lányokat és fiúkat, látjátok, hogy már vannak olyanok, akik többször is itt álltak. Azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy bíztok bennük. Azt gondolom, hogy ti is úgy gondoltátok, hogy ők már az előző évek során bebizonyították, hogy alkalmasak arra, hogy benneteket irányítsanak, vezessenek együtt ezen a napon. Kívánom a felnőtt kollégáknak, hogy egy kicsit még többet, még jobban játszanak együtt a gyerekekkel, még többet, még jobban legyenek gyerekek, mint a mindennapokban, amikor néha szigorú tanárnak is kell, szigorú szülőnek is kell lennünk, talán ezen a két napon próbáljuk még inkább játékossá válni, még inkább a gyerekekhez közelebb kerülni, velük együtt örülni, szórakozni. Én ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném átadni az intézmény kulcsát jelképesen is Horváth Róbertnek, aki már azt gondolom, hogy harmadik éve, ha jól számolom, kapja ezt a funkciót. Én sajnálom, mert néha magamat is, hogy ennyi után még mindig, de néha örülök is neki, büszke is vagyok, gondolom ő is, hogy azért áll még ez a ház, van még gyermeknap, és itt vagyunk együtt, és tudunk szórakozni, örülni, ez talán valamennyinek az érdeme. Kívánom nekik és mindazoknak, akik eljöttek, mert majd remélhetően holnap is eljönnek hozzánk, hogy nagyon kellemes, kedves, vidám gyermeknap legyen. Az idő úgy néz ki, hogy a kegyeibe fogadott bennünket, az idő úgy néz ki, hogy szeret bennünket, mi is szeressük egymást, és akkor már különösebb bajnunk lesz. Még egyszer minden jót kívánok, és átadom a kulcsot. Azoknak a gyerekeknek, akik ránk szavaztak, és bíznak bennünk,
Uzáljon a